Köszönöm kedves minnyájukat ezen a hangversenyen. Egy kis felmérést végezhetünk, ki az, aki önök közül már több ember van itt. Fú, hozzanek a hangversenyen, felújításban reményedel. Ki az, aki esetleg most jár először itt a fúhozzanek a hangversenyen? Nos, hogyha körbenéznek, akár először, akár már több egyszer járnak a fúhozzanek, megcsinálhatják ezt a remeket. Tulajdonképpen tempomot, kérdezett tempomát. Talán miért is emlékezik, emlékeznek már rá, hogy jövőre 2023-ban lesz 10 éve, hogy több éven át tartó nagyügyi felújítás után visszaköltözhetett ide a közép és a felső szintű felújítás. De 10 év nagy idő. Így van a közében, ahol ennyi fiatal veszi a dolgát. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy eljött az idő, hogy bizonyos famunkákat pótoljunk, úgyhogy ma este fognak valami fát fújni, fát ütni, és egy egész ács, amit el fog azon dolgozni, hogy azon közül mindenki úgy érezze, hogy megérte velünk töltünk ezt az estét, de hogy hogyan is fog ez zajlani, szeretném beszólítani a brigádvezetőt, úgyis a családfőt, kérem fogadják meg szeretettel a Seregjáros Ifjúsági Koncert Fúgózásnak művészeti vezetőjét, kiváló barátomat, sok oldalú muzsikú zeneszerzőt, az est házigazdáját, Ács Gyula. Thank you.
része a koncertnek. Azt találtam ki, hogy van három szép gyermekem, tehát van három szép gyermekem, legalábbis oda nem tudom, hogy mondjam, de el sem tudom őket tagadni. Mind bolond zenét szeretném, még ilyet nem láttam, pedig legalább egyre azt gondoltam, hogy fűtésszerelő lesz, mert szerintem az a neki legjobb irodás. Jött a fűtésszerelő, nem ment a cépogelyzét, jó. Mióta nem ment a cépogelyzét? Egy éve? Több át? Fél éve, igen. Tudom, nem is lehet. Elindultam a bevallás. Szívadjuk. Bekapcsoltam. Lány. 5000 forint. Hát ez egy égi történet, várjál. És akkor látta, hogy így kikerekedett a szemem, én akkor 5000 forintért egy órás koncertet kaptam. Hogy képbe legyünk. És akkor rám nézett, hogy tudtam, hogy tegyünk. Teljesen így a dolgot, úgyhogy azt gondolom, van egy fűtésszerelő, de nem tudom, hogy egy zenészre. És ugye, ha van nálad egy kalapács, minden úgy néz ki, mint egy szög. Ha van három szólista gyereket, akkor előbb-utóbb kitalálod, hogy akarod őket játszani. Hát ez következett el ma. A legnagyobb fiam, aki nevemet viseli, így én már több száz éve, ugye mindig az első szület mindig ágyú van, és mondjuk nagyon borzasztó volt a... Ugye én voltam ifjabb ágyúban nagyon sokáig, amíg apám élt, aztán én lettem ágyúban, és most nem a fiam lett ifjabb ágyúban, nem életem idősebb ágyúban. Úgyhogy kikértem magamat, és most már ő az ifjabb ágyúban, ismét, és én vagyok a sima. Tehát Gyula fiam lesz a szólista, én itt látható. Köszönjük, köszönjük. És, aki csellistában volt egyébként, csellók, nem viccelek, 6 évig csellózott, de olyan szép hangon játszott, nem tudtam, hogy a tanár milyen gyakorol vagy ő. Darabokat írt csellóra, nem viccelek, amikor kitaláltak oda, hogy én is tudtam, hogy szeretnék klarinétos lenni. Meg vagy gondolom, hát itt a gyönyörű cselló volt. Őknek ez úgy tetszik. Na átmentem Európa legjobb karinét tanára, sőt a világ legjobb karinét tanára az volt, aki a Szomszéd utcán, aki az én tanárom is volt, Novák József tanár úr volt. Csellózik, de fogra idén tudni, fél évkor már jövős vagy ez. Ez a fogmennek. Ez a gyerek vagy idén. Vagy akik ezt a csellózik. És a következő évtől már csak karinét tudok. És hát elvégeztem az akadémiát. Karinét művészet. Én sosem tudtam nagyon jó karinét tudni, mint ahogy most ő fúj. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy megcsináljuk ezt a kis koncertet. Rimsky-Korszakov. Garinét versenyen fogunk találni, fúvó zenekari kísérettel fogunk játszani. Rimsky-Korszakovról csak annyit, hogy a cári flottának volt a hajós karakára. Egy rombolón volt hajós karakára, ez egy katonaember, és kubbiból zenéket is okozott, de olyan szinten, ugye elhívták az ötök, gyors az ötököt, nem nyugalom meg kell megnézni, hogy nem fog zenei rodalomból tartani, és Pacák annyira tehetséges volt, hogy a Szentpétervári Akadémia zeneszerzés tanárának hívták el, és ott hogy a fotel is elment zeneszerzőnek. Ez milyen történet? Ugye a zeneszerző az mi egyrészt mind lökött, másrészt meg mind csóró. Tehát ugye egy kapatiszt az még egy tisztes foglalkozás volt. Tehát Nikolaj Rimsky-Korszakov történet versenyt fogjuk hallani. Még egy történetet róla gyorsan. Az egyik fia egyetemre járt Szentpéterváron, jogot tanult. És volt egy osztálytársa, egy évfolyamtársa, aki mondta neki, hogy figyelj már, hogy kiderült róla, hogy zenét akar szerezni, zeneszerzéssel akar foglalkozni. Mondja neki, hogy figyelj már, nekem az apám az ilyen zeneszerzés tanár. De vigyelek el, elviszett a mutatóra.
elvitték a csávot. A Nikolaj Nevszkij Korszakosz, hogy meghallgatta, és elvállalta. Úgy hívták a diákot, hogy Igor Stravinszky. És nem sokkal utána szárnyra kapta a világhírt. De most Nikolaj Nevszkij Korszakosz.
Most nem a sorrendben második gyermeknek következik, hanem a harmadik, a lényeg, Anna, ő óvorszakon végzett, eddig ő óvon művészet, mindenki művészet találkozik, hogy szóval Anna következik, Hendő, Mirmon, óvon lesz egy első kintelét fogja játszani. Azért nem az egészet, mert ez egy ilyen fábogaskarika, ez barokk muzsika, és ugye a fúgó zenekarra meghangszerelni, hát valami hagyom, hogy nem volt egyszerű. Tehát ez olyan, mint a, na nem mondom a hasonlatomat, mert nők és gyerekek is vannak. Szóval ezt észre lehet venni. A fúgó zenekart nem lehet letakadni. Tehát ha mi a szomszédok szoktunk kóválni, és akkor jöttek át, hogy tudod, hát mit álltasz, aki nem ment, akkor nem zavar. Látszanak, hogyha mi játszunk. Tehát barokk muzsikát átrakszerelni, de megcsináljuk. Hendőről annyit, hogy ugye a legnagyobb angol barokk zeneszerző. A hatalmas fényévekkel van mindenki felett, aki még nem. Hát az angoloknak nem volt. Érzem, volt Purcell, egy kiváló zeneszerző volt, ilyen korabarok tulajdonképpen, de nem volt igazi nagy barokk zeneszerző, és ezért importálták Hendőt. Később sem volt. Tehát legközelebb a 20. században van zene, saját zeneszerző, annyira nem volt, hogy a klasszikus zenén helyét helyettek. Amikor a György király ezért jöjjön már valami a három közül valaki jöjjön, hogy a hely egy Mozart Beethoven, valaki jöjjön már el, mert nincs klasszikus zenén. Elment Hendő írt nekik egy csomó szimfóniát, és aztán még sorolhatnám nagyon sokáig. Tehát következik Handel G-mol Power verseny, előadó Tács Anna.
És a harmadik gyermekem, aki a középső, Máté, ő művész, hiszen az a szívé. Ugye szegényként ő választotta egyébként, tehát ő is nem csak ápoly. Már az idegeim nem, tehát olyan tempóban játszott a telemonszonálpát, én dolgoztam a képen, és én megállt mellettem, és néztem is el. Akkor nem gondoltam volna, hogy ilyet fogok mindent egyébként. És Ervin minden állam fogott akar belőle csinálni, de nem. Volt nagyon, hogy meghallgatott egy külkoncertet is. Én őt is lesz egyébként már. Az is lett. Tiszta erőből dolgozott egyébként. Nagyon szeretem, ahogy játszik a mai bánk, hogy ezt már gondolkodik a zenéről. De nagyon kicsi volt, de hogy ennek bizonyát én mindig mondtam neki, hogy ne felejtem el Máté, hogy dolgozni csak egy ilyen nehezebb tapsolni. Hát nem ő. De én szerintem hiteles ütő előadó lett, most ő következik, Ács Máté. Fogalmam sincs ki a Gridin, de Gridin vidám körtánc. Előadja Ács Máté.